Városi Galéria 1997 óta mutat be magángyűjteményeket. Ez egy önkormányzati galériától kifejezetten hiteles gesztus, hiszen ugye nincs benne piaci értékteremtés. A Kassák Múzeum és más független intézmények is nagyon szép ilyen sorozatot vittek. A mostani a 23. ilyen tárlat. És ezúttal egy olyan alapítvány szerepel, amelyik majdnem egyidős a sorozattal, ugyanis 99-ben adta át az első ösztöndíját. Mert a dr. Balogh Péter ügyvéd által képviselt Amadeus Művészeti Alapítvány specialitása, hogy fiatal alkotóknak ad ösztöndíjat. Budapesten a képzőn, és nagyon jól esik nekünk, hogy az egyetem részéről számos művész, rektor úr is megtiszteli most az eseményünket, de ugyanígy Pécsett is az ottani művészek között. Már első pillantásra látszik, hogy nem csak festőknek, hanem egy szintén nagyon jelentős gesztus a fiatalok felkarolásán túl, hogy a három dimenzióban dolgozó, tehát a szobrászati vonalatot is kiemelten támogatja az alapítvány. A ösztöndíjért, valamint majd a beszélgetésből kiderül, hogy műteremprogramért, más mecenatúráért a fiatalok egy-egy műalkotást adtak az évek során az alapítványnak, ebből állt össze az ügyítemény. Jóval több mint 100 munkáról beszélünk, ennek egy pici ízelítőjét lehet itt ma megtekinteni, nagyságrendileg egy 40 művet. A feldolgozás részeként elkészültünk egy kétnyelvű online kvázi katalógussal, azért nem használom a katalógus kifejezést, mert abban sem szerepel minden munka, inkább arra törekedtünk, hogy a művészektől tehát minden több név megjelenjen legalább egy munkával. Ez az interneten már el is érhető. És a rövid bevezetőm után áttérünk a dialógusra, és pont arra gondoltam, hogy ne ilyen hivatalos hangon folytassuk, hanem egy kicsit személyesebben. Úgyhogy Péter, akit tehát már röviden bemutattam, hogy dr. Balogh Péter ügyvéd, azt kérném, hogy most ne erre a történetmesélés, hogy ez úgy kezdődött, hogy és azért, hanem a művekhez kapcsolódjunk, hiszen ezt a válogatást is művészeti, meg hát a teret is figyelmevő praktikus szempontok mellett nagyon személyesen beszélgetve hoztuk létre, és itt több olyan munka is van, amihez kötődsz a mindennapjaidban, a művészekhez is. Úgyhogy kérlek, válasz olyat, aki téged az alapítványi munkán túl, mint gyűjtőt, mint személyt is megszólít, és róla mesélj egy kicsit. Egy-két példát válasz. Köszönöm szépen. Kicsit nehéz lesz ez az interjú számomra, ugyanis a szakmám ügyvéd vagyok, tehát hivatalból sokat kell beszélnem, sokszor kell improvizálnom. Ez nem okoz különösebb nehézséget, viszont az igen, hogy mivel improvizatív a műfaj, ezért amit elhangzik, az egyszer mindenkorra el is vész, mert még egyszer ugyanezeket a gondolatokat biztos nem tudnám elmondani, vagy biztos másképp súlyozni. Tehát amikor a Gábor fölkért engem, hogy erre a táncra, hogy mondjak itt erről a 40 munka közül néhányról, ami nagyon közel áll a szívemhez, ez most tényleg ez egy improvizatív merítés. 10 perc múlva valószínű már másik 4-5 műtárgyra mondanám azt, hogy mennyire közel áll a szívemhez, lelkemhez. Előjáróban azt azért hagyd mondjam el, hogy amikor fölkért Gábor erre a kiállításra, illetve az együttműködésre, akkor szabadkoztam, hogy ez nem egy gyűjtemény. Ez pont a történetisége miatt nem egy gyűjtemény, ahogy ez kialakult, hanem ez hozzám nagyon szorosan kötődő és nagyon kvalitásos művek halmaza. Tehát magamat sem tekintem gyűjtőnek, egy képzőművészet iránt elkötelezett idézőjebe és jó értelemben illetvásnak tekintem.
de vállalom természetesen azt a gyűjteményt, ami az évek hosszú során felhalmozódott. Hát ugye, ahogy kezdődött ez az egész szerelem, az alapítvány, az egyetem, aztán a különböző alkotóházi programok, ott van fönt egy Sipos Eszternek a napló sorozatából egy kihajtott könyv, aminek az a cím, hogy Amate mókuskerék. Na most ez gyakorlatilag szerintem senkinek nem mond semmit ez a kép. Ama az Amadeusnak az alkotóháza volt, ahol emlékeim szerint 4x3 éves ösztöndíj programmal alkothatott 10-13 művész, köztük az Eszter is, azt hiszem két cikluson keresztül. Ami azon a képen szerepel, az nem azért emelem most ki, mert én is rajta vagyok. Klosternaiburgban volt egy kiállítás a Bencés apátságban, és az érsek mellett állok, és éppen azt hiszem én voltam a tizedik, aki szót kapott, és nagyon gyorsan kell beszélni, mert nagyon fáradt a közönség. De mindenki, aki minden mozzanat, ami azon a képen van, az alapítványhoz kötődik. Minden művész rajta van, gesztusok, vagy Rabócki a lába között kinéz, a drót szobor sorozatában van egy ilyen megformázott drót szobra. Pányazójének az egyik munkája effektíve látszik, Békés Ervin, azt hiszem itt van, mert mintha láttam volna, furuljázik. És a szobra is ott van. Igen, és a szobra is ott van. Ha már mondtad, a Zoé-tól is látható. A Zoé-tól is látható ott egy meló. Szóval az nagyon kedves nekem, mert az a múlt, ez egy szelete az Amadeus történetének. Nagyon kedves nekem, és itt a helyi tévének három képről kellett személyesen mondanom egy-két gondolatot, de csak az elsőig jutottunk, mert kezdjük a megnyitót. Kiemeltem azt a képet, azért álltam oda. Az Ferenczi Zsolt festőművész, most már az Egri Főiskolán tanít. Ez volt a diploma munkája, a Hűlt helyek az a címe. Ez a figurák és az üres tér inverzével játszva, mint egy kifordított világ, az Epreskertnek a színgesztusait tükröztette a lebegő alakokon, de amiért ez kedves nekem, az az, hogy ő volt az első ösztöndíjas, akinek az Amadeus 1999-ben átadta az első ösztöndíját. Akkor még csak egy festő ösztöndíjat adtunk át, ma már négyet az egyetemen egy festőnek és egy szobrásznak, illetőleg Pécsen ugyanígy. De akkor még nem volt olyan bőkezű mecénásunk, mint a Fundamenta, úgyhogy ezt kvázi saját zsebből finanszírozta az alapítvány, ezért egy ösztöndíjjal kezdtük, de nem hagytuk abba, hála Jóistennek. Kiemelném most, hogy így arra nézek, és Fülöp Gábor nagyon kedves barátomat és szobrászt is megemlítsem. Zseniális szobrai vannak, és gyöngyszemei a gyűjteményünknek az a két munka, ami két kisebb munka, amit az Amadeus Alkotóházban készített. Ez az Urusi sorozat, az a termés ott hátul, az emlékszem, mikor a Gábor azt faragta, mikor egy-egy pöcök letört, akkor milyen ideges volt. Aztán körülbelül 20-szor kente át ezzel a japán lakkal a felületét, hogy kialakuljon, és addig-addig sündörögtem körülött, amíg sikerült megszerezni az alapítványnak ezt a műtárgyat. Köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm, hogy ilyen szép dolgokat csináltál. De ugyanígy nagyon kedves gesztus Békési Ervinnek az egerei. Most ez nem látszik, mert pont a Gábor nem is ott van. Ja, ott van, igen, ott vannak az álmodó egerek. Például azzal a műtárgyal együtt élek, tehát az a lakásomban is ott van.
Gábor munkája, csak hogy tényleg személyesek ezek a dolgok, azt a kisebbik lányom ott ül velem szembe, ilyen szlengel lenyúlta tőlem, úgyhogy már megvan ő is fertőzve, hál' Istennek, ahogy a Csere Ákos képet is elstandolta. Tehát emlékszem, amikor elkezdtem, és fiatal ügyvédként pénzt kellett tenni az alapítványba, hogy működjön, akkor otthon a család mindig mondta, hogy de minek apát, a művészek hálátlanok meg, fiatalok meg, nem kellett, minek, hát én költ inkább ránk. Na és akkor eljutottunk oda, hogy rekvirálják tőlem a műtárgyakat, és az ő életterüket is körbeveszi most már a szépség, az esztétika, és hát egy csöpnyi Amadeus. Még erről a képről szeretnék itt a hátam mögött két mondatot mondani. Ez Jakatics Veronikának egy melója. Azért kedves számomra, együtt élek ezzel a műtárgyal is, mert azon túlmenően, ennek van egy érdekes sztoria. Ha valaki Rómába jár, Fárdéze palota mellett van a Spada palota, nem messze van a magyar házszal egyébként, tehát akárhova megy az ember, ott gyöngyöt talál. Na, a Spada palotába, most ismerem csak meg a maszkot, a Palazzo Spadába Poromini készített egy perspektívikus, hát a baroknak, de most egy kicsit elkezdek feszengelni, amikor ennyi tudós ember előtt kell nekem képzőművészetről beszélni, szóval a Bernini és Boromini a barokk római nagyságai egymással állandóan versenyeztek, hát Bernini jobban bírta, ha jól tudom, Boromini öngyilkos lett, tehát egy polihisztor volt, építész, alapvetően építész, és ez a Palazzo Spadába egy perspektívikus kísérlet vagy tanulmány. A rövidülést, ez egy létező dolog, ez nem egy fiktív, azzal játszik, hogy az oszlop sor úgy méretezte, hogy a végén az a figura az baromi életnagyságúnak tűnik, meg nagyon hosszúnak tűnik az egész oszlop sor, noha az egész szerintem kb. 3 méter, és az a kis antik figurácska, az mit tudom én, 50 centi. De teljesen más hatást kell. Na, de nem ez a lényeg, hogy én erről beszéljek, csak a Vera kapott egy római ösztöndíjat, amikor az alkotóházba dolgozott, és hazajött. Ő egyébként azt hiszem a mai napig is fotó, és a fotót festi meg, aztán dolgozzá szabadon. És hát azt hiszem, az volt az utolsó év, és akkor mondta, hogy hát válasszak egy melót, és hát akkor nem nagyon találtam olyat, ami tetszett volna, és vagy a gyűjteményben olyan szívesen beemeltem volna, na és mondta, hogy akkor válasszak egy témát, és elém dobott 5-6 fényképet, hogy szívesen megfesti. És akkor én már ismertem ezt az építményt, Borominének ezt a munkáját, és azt mondtam, hogy ezt tényleg megfested, és azt mondta, persze megfestem, azt hiszem, hogy fél év múlva idézőben leszállította ezt a képet, és hát így Rómához is nagyon kötődöm, Verához is nagyon kötődöm, és így most már a képhez is nagyon kötődöm. Szóval ne essünk abba a hibába, hogy agyon beszélem a megnyitót, az egyre jobban bele tudok lendülni, és számomra egyre izgalmasabb, és szerintem egyre unalmasabb leszek. Úgyhogy én szerintem ez a merítés most, hogy mely műtárgyak állnak közel a szívemhez, most ezt emelném ki, de mindegyikről tudnék egy személyes sztorit, vagy a keletkezéséről a műnek, vagy a művészről, vagy a kettő kombójáról. Szóval mindegyikkel együtt ez együttélő történelem, visszaadom. Jó volt a sejtésem, te szenzációs megnyitó partner vagy, és csak pont az a feladat, hogy feledkezzen magadról és mesélj nagyon hitelesen és jól teszed, és vissza is akarom én neked dobni a labdát, hogy bár a
Gábor kapcsán a szobrászok közül, meg Ervin egy-egy momentumot választottál, de ez egy annyira értékelt terület Magyarországon, hogy még egy picit a háromdimenziós munkákkal foglalkozunk. Egyrészt mesélj nekünk, Léci, a Duron Endre Balázs portréjának installálásáról, mert hogy az most először van ebben a formában kiállítva, és hogy hogyan jutottatok vele egyeztetve erre a döntésre, különösen mivel egy kiemelkedően tehetséges szobrászról van szó, akinek azonban nagyon kevés ténylegesen elkészült munkája van. Egyszer s mind, még a szobrászoknál maradt, hogy itt a Hak Ferenctől a Rajcsó Katiláig igyekeztünk az elég sok, viszonylag kis térhez képest sok pozíciót megjeleníteni. A Rogócki Judit is szóba került már, aki a leghosszabb ideig volt a lakótok. És számos, nagyon karakteres munkája a Drótszobor sorozata is, amiből egyszerűen a méretek miatt itt most nem tudtunk kiállítani, de amiről talán a legismertebb lett, nálatok indult. És annak kapcsán, ugye a Sipos Esztert is szóba fogod majd tudni hozni a drótszobrokkal, úgyhogy egy kicsit még a szobrászokról, igen, tehát konkrétan legalább a Balázs és a Rogócki munkáiról, és egészében, hogy honnan jött ez az ötlet, hogy felkoroljátok a szobrászokat is, hogy ezt a döntést meghoztátok, hogy a Weder utcában 50-50 voltak a helyek, festőknek és szobrászoknak, alig tudunk ilyen párhuzamot mondani, hol látnánk olyan magángyűjteményt, olyan múzeumot, olyan ösztöndíjprogramot, ami ezt a kiállást megtenni. Tehát még erről a háromdimenziós ötletről mesélünk. Az az igazság, hogy ebbe is személyes indítatásom volt, ugyanis én most lehet, hogy nagyon otromba dolgot fogok mondani, de én jobban hevülök a szobrokért, mint a festményekért. És nekem ez egy természetes döntés volt, hogy abban a pillanatban, amikor egyszerűbb egy... ugye nekem mindig küzdenem kellett azzal, hogy nekem nincs képzőművészeti előképzettségem. Tehát amit felszedtem így az évek során, azt autodidakta módon, barátoktól, a művészektől, hát a sok utazás, hát az ember intellektuális lény és kulturálódik azokon a területeken, ahol van a handicapje. De nekem mindig is az volt az érzésem, hogy könnyebb a festményekhez viszonyulni, és kilépve a klisékből, hogy tetszik, nem tetszik, szép, nem szép, szóval ezekkel hamar túl kell lépni, sokkal könnyebb viszonyulni. És a szobrászat az összetettebb történet, nem csak a dimenziók miatt. Na, szóval nekem ez egy természetes dolog volt, és a gyűjteményben sincsenek alul reprezentálva a kis plasztikák és szobrok. Vannak olyan szobrok, amiket nehezen lehet mozgatni, ezért ki volt zárva, hogy itt bemutassuk, itt törekedtünk a könnyebben mozgatható kis plasztikákra, illetőleg szobortöredékekre. Na, hogy rátérek Duronelli Balázsra, arról azt kell tudni, hogy szerintem kivételes tehetségként indult, és mára már pályaelhagyó, befejezte a szobrászatot egy jó 8-10 éve. Ő az első generációs amalakó volt, rettenetesen kevés befejezett munkája van, és mivel már régen nem alkot, ezért szerintem egy picit kikopott a köztudatból. Ez a munkája ez lent a nyaralomban együtt él velem, de nem ebben a formájában született meg. Szóval a Balázsnak egy intellektuális
töltetei voltak, minden műtárgynak volt egy filozófikus megközelítése is. Ez a műtárgy eredetileg a Balázs által, ez a Galamb utcában volt a Dércekkat, nem tudom, hogy hívták azt a galériát. Dovin. A Dovinnak a tulajdonosa volt, gyakorlatilag az ő mentora. Jól ismertem én is a Katit, mikor az Amaházat bővítettük, és 6 szobrásznak tudtunk műtermet adni. Akkor volt egy nagy megnyitó, és akkor eljött a Kati, akkor ismertem meg, és a Balázs ott állított ki rendszeresen. És ez is egy kiállított műtárgya volt, de nem ilyen formában, hanem egy acél posztmensen, egy üvegbúra alatt volt, nem fektetve ez a fej, hanem állítva, egy ilyen plexi tartón, tehát olyan volt, mint egy ilyen zárvány, ami lebeg a térbe, ott az üveg alatt, és az volt a képnek a címe, hogy csapda, vagy a szobornak, hogy csapda. És hát az évek során valahol eltört az üveg, borítás, aztán ugye a kikerült alól a posztames, de ez egyébként őt ábrázolja, ez az anticizáló kivitelben, ez ő, Dunanelli Balázs. És hát fölhívtam a Balázst, hogy a Gábor kiválasztotta a műtárgyadat, de nekem még az eredeti fotó volt ebben a formában. És hát én is ragaszkodnék, hogy kerüljön ki ez a szobor, de hát hogy állítsam ki, én nem tudok 2 hét alatt acélposztamest legyártatni, meg üvegbúrát, meg plexitartót, és akkor mondta nekem, és akkor itt visszatérek rá, hogy egyszer ki volt állítva ez a szobor, és azt mondja, hogy akkor fektetve volt, és avaron. Hát mondom, figyelj, az avar az megoldható, és mit szólnál egy kis mohához? Ez még jobb. És oda kérdezted tőle, és mi legyen a címe? És akkor mondta nekem, hogy figyelj, hát ugye már az eredeti gondolathoz sok köze így nincs, de mivel engem ábrázol, ezért rád bízom. Hogy mi lesz, mondom, ne csináld Gábor, ne csináld Balázs, mert ez így nem lesz jó. Na és aztán a nekem felajánlott szabadsággal nem visszaélve meghagytuk az eredeti címkírást, hogy csapda. Bele lehet ebben a pózba is sok mindent álmodni és gondolni. Azon műtárgyak egyike, amelyik pont azért, mert a művész már nem alkott, gyakorlatilag számomra felbecsülhetetlen értékű és a kvalitásain túl. A Fülöp Gabiról már beszéltem, róla most nem beszélnék. Erméről is beszéltem, mint itt lévő szobrász, róla sem beszélnék vele, mert majdnem minden nap találkozom, mert ő az utolsó mohikán az alkotóházban, mert valahogy nem tudom, bájos személyisége ott ragadt, és gyakorlatilag ott maradt a Weder utcában, mert a Weder utca 14 alatt volt az alkotóház. Na, visszatérve még a Rabóczkiról, a Rabóczki az, aki a lába között kinéz azon a képen, a Sipos Eszter képen, és ez az a póz, amit egy drótszobrán is megformázott. Összesen az alkotóházba a 4 színes kábelszobrot készített. Ebből 2 van az alapítvány gyűjteményében. Ez a póz, ez nem. És 2 gyűjtemény az Art Market tulajdonosának a gyűjteményébe került. Most esküszöm, nem tudom, hogy hívják, de... Levényi Attila. Nem az Art Market, hanem a Market építő. Market építő, nem a Ledényi Attila az Art Marketes. A Market építő, és ki? Ser Sándor, és ott van a Market székházban a 4 drótszoborból 2. 2 az alapítvány gyűjteményében, az ügyvédi irodámban volt mind a 2 kiállítva. Az egyik, a legelső drótszobra, az a kézenálló bohóc, egy klasszikus
póz, olyan rabósan megcsinálva, de a másik, ami hozzám került, azért választottam azt, azt egyébként egy amerikai ösztöndíjat sikerült neki elintéznünk, egy alkotó tábort, és azért ezzel honorálta, hogy ezt a műtárgyat felajánlotta. Az a Sipos Esztert ábrázolja, amint azt hiszem az online katalógusba bele is emeltük azt a szobrot, ami ilyen nagyon kihívó pózba gyakorlatilag neki dől a falnak, és annyira jól kapta el a mozdulatot, hogy sok programunk között foglalkozunk műtárgy bérbeadással is, és az Unión biztosító, tehát gyakorlatilag 10 éve bérel tőlünk műtárgyakat, és mondták, hogy most szobrot, ebben az évben szobrot, mondom, a legjobbat az Uniónnak, hát megérdemlik. Elküldtem, mondtam, bízzák rám, zseniális szobrokat küldök. Egyébként a mag is volt, a Fülöp Gabi magja, és talán 2 évig az Unió biztosítva lenne. Hát hívnak, hogy nagy gáz van, elküldtem a Sipos Esztert ábrázoló szobrot az Unió biztosítónak. Hát hívtak, hogy szállítsam vissza a szobrot, mert ezt nem lehet kiállítani. Hát mondom, miért nem lehet kiállítani? Hát azt mondják, itt 400 nő elmegy a szobor előtt nap, aki a székházban dolgozik. Hát ez egy nagyon kihívó póz, és ez így nagyon nem PC ez a póz egy nyilvános helye. Úgyhogy visszaszállítottuk, úgyhogy a szobrokról talán akkor ennyit. Azt hiszem, hát még vízzel a Dariusnak a Tonett újragondolását, tehát ez egy jó pofa. Nem tudom, hogy érezhető-e az. Én szeretem volna, hogyha az Urusi, a mag, és ez a szobor egymás mellé tud kerülni, mert számomra, és ezt be is fejezem akkor ezt az ívét a beszélgetésnek, számomra, ami kitapintható a két melóba, az pontosan az a 10 év, amivel a Fülöp Gabi idősebb, mint a Gvizdala Darius, és az egész szemléletmód, az anyaghasználat, az a formavilág, amivel dolgozik, tehát számomra ordít a generációs különbség a két művész és a két műtárgy között. És nagyon jól reprezentálja ez a két meló azt, amiről próbálok beszélni. Ez legalábbis számomra ez... Úgyhogy szerintem majdnem mindenki állított szoborról azért sikerült egy-két érdekes gondolatot megosztani. A kisebbik térben, bent, egészen a sarokban két viszonylag kisméretű festmény is meghúzódik, amire azért szeretném felhívni a figyelmet, mert esetleg nem is néznek oda. Azok a kis testvérek. Van nekik egy-egy nagy nővérük vagy bátyjuk. Az elkövetőjüket Szabó Franciskának hívják. Én máig emlékszem a helyzetre is, amikor ő díjazottatok volt, és az átadón történetesen éppen ott voltam. Két, több mint 2 méteres festményről van szó, és hogy itt ilyen hifaton dokumentumnak, természetesen szuverén alkotásról, ezek színvázlatok. És hát ugye méretokok miatt döntöttünk így, hogy ezt mutassuk be. Ez egy jó példa arra, hogy akiket ti felkaroltatok, mekkora lehetett kaptak ettől. A szövegben is leírjuk, az e-katalógust reklámozzam, hogy például a Duronelliről az eredeti fotót közöljük természetesen a katalógusban, tehát ott ez a bizonyos acélposztanás, stb. Látható. Hogy milyen visszaigazolás volt nektek, amikor számos ösztöndíjasatok, aki a Weder utcában dolgozott, Derkovicsot is elnyert. És vélhető volt, hogy van azért összefüggés, hogy az intézményrendszert is tudjátok építeni. És ezzel a gondolatmenettel ahhoz a festőhöz szeretnék kanyarodni, akit itt kívül látható egy csendélettel, egy fantasztikusan bátor, narancssárga színmezővel,
akihez kapcsolódik egy egészen különleges élményen. Ádám ösztöndíjason volt az egyetemen, tehát mi egyetemistaként megkapta az alkotói ösztöndíjat, és aztán az alkotóházi programba is bekerült, és voltak átfedések, azt hiszem ő is 2-3 évet volt, tehát aki használta a műtermet, annak a folytatást nagyon szívesen felajánlottuk. Az Ádám csendes, nagyon-nagyon lassan dolgozó, soha nem, mindig beállítás, tehát nem fotózott, hanem beállította a témát, és rastert csinálta a vászonra, hogy mivel szabadon festett, tehát a minta után, hogy ne mozduljon el, kérdeztem tőle, de hogy a perspektíva lineáris-e, vagy és akkor úgy nézett, hogy ne hülyéskedek, kérdezte tőlem ilyeneket. Na, kimentünk az Art Marketre, akkor még a Műcsarnokban rendezték, nem a mostani a Legyényi féle, ha már szóba került. Az Antique Interiornek volt egy kortárs részlege, ott oldalt, és hát korlátozott volt a stand méret, úgyhogy nem tudtam az összes művészt kivinni. Már nem emlékszem, hogy sorsoltunk, vagy autoriter módon én döntöttem el, hogy kit viszek ki. És kivittük az Ádámot. Már nem emlékszem, hogy ez a képe volt-e ott, vagy ő csendéleteket festett. És de annyira szuggesztív volt színvilága, meg formabontó, ez a nagyon minimalista látvány, ugyanakkor berántott az ember. Mindegy, de pont szembe oda tettem a fő falra, és hát ment a nyüzsi, kint voltam a standon, és akkor egyszer csak össze jött a Nádler. Hát jól ismerem a Balatonról, meghívott egyszer-kétszer magához, ott a Fekete-hegyen, a Káli medencébe, ott van a műterme, és az ő is egy szótlan ember, és nézi a képet, hát én nem zavartam, mert örültem, mondtam, hogy fotót csináljatok már, fotót a művész úr meg az alapítvány találkozásáról, és megdicsérte, mondta, jó. Hát teljes, oda voltam meg vissza. 5 perc múlva megjelenik Fehér László. Hát ő vele azért már lehet beszélgetni. És ő is nézegeti, nem megy tovább. Tehát azért úgy lehet látni, mikor leragad valaki egy kép előtt, nézegeti, gusztálja. És én próbáltam terelgetni, hogy és az is milyen klassz, de nem csak ezt a képet nézi. És egyszer csak megszólal, ez a gyerek tud festeni. És azzal tovább ismerte, ennyi volt Rolik Ádám, hogy miért szomorú a sztori? Azért szomorú a sztori, mert abba hagyta a festést. És nem az egyetlen Amadeus ösztöndíjas, vagy ilyen hozzám közel a művész, pálya elhagyónak hívom. Napokban beszéltem bele, és önbizalomhiány, anyagiak, és elhagyják a pályát, amiért mindig vérzik a szívem. Ezért szomorú a sztori vége. Van még egy-két ilyen pálya elhagyom, ki ilyen vagy amolyan okból, de hál' Istennek azért a többség a pályán maradt. Még annyit az Amadeus Alkotóházról, hogy volt olyan generációm, 3 évig úgy volt ott 12 vagy 13 művész, felesbe szobrász, ahol a 13 emberből 5 darab kapott Derkovics ösztöndíjat. Egy merítésben, 5-en. És hogyha végszavazhatok neked a Szabó Francia, én azt hiszem elájulok, mikor meghallottam, hogy az egyetemen tanít. Én még leragadtam valahogy a kisképzőnek volt a... Tehát nagyon örülök neki. Annak, és hogy Szabó Francinak
képe, most a műcsarnokban van, ha minden igaz, mert ő talán most kapta meg a Derkót, és ezért van a Derkó kiállításon Szabó Franciska. Úgyhogy lassan szinte minden Amadeuszos. Most már nem csak a magánbűntő és az ilyen magánszférának, hanem az állami szférának az elismerését is előbb-utóbb bezsebeli. És hát a Derk ugye csak a kezdet, tehát azért van itt még Munkácsi, meg Kossuth Díj, meg egyébek. Köszönöm. Lassan a végéhez érünk a beszélgetésnek. Akit jobban érdekel a sztori, a katalógusban is megemlítjük, hogy hol lehet utána nézni. Nyilván beütheti Balagh Péter nevét. Egy történetesen fog nagyon jó interjút is Péterrel találni. Egyébként kicsi óbudai fórumon egy kifejezetten jól struktúrált és nagyon gazdagon illusztrált interjú is elérhető vele. De szakmai tudományosan formában is három könyv is kapcsolódik hozzátok. Külön köszönöm, hogy megemlítetted a Fundamentát, akinek a cég részéről Dr. Gergely Károly jelen is van, az a volt vezetője a cégnek, akinek köszönhető az, hogy a Fundamenta mögé állt anyagi erejével, és ezáltal egy individuális, nyilvánvalóan szerényebb kaliberű kezdeményezésből egy szisztematikus program kinőhette magát. Természetesen a Fundamentához is kerültek így művek, és ezt egy nagyon igényes katalógus könyvméretű kiadvány megörökítette, ez bármely könyvtárban, szakmai könyvtárban megtalálható. Valamint itt is kiadhatok két generációtól, egységes formátumról van egyébként szó. Tehát ez a három kemény... Több mint 300 képünk. Ráadásul, igen. De csak a gyűjtés elejéről szól a könyv, és ne kiabáljuk el, de pont fölmerült, hogy mivel a Vízivárosiban itt van ez a sorozat, hogy esetleg jövőre akkor a Fundamenta mutatkozhatna be egy válogatással. Egy szó mint száz, a tudomány iránt érdeklődők három kemény-borintású albumot, könyvet is találnak az Amadeusz sztoriról. Ledényi Attila a hosszú időn keresztül az Edge Communications szerkesztésében egy ilyen kis füzet sorozatot kiadott, ami online is elérhető, és ott is három füzetben szerepeltek. Péter a magángyűjtők között, hiszen neked számos olyan munkád van, Balázs Esztertől M. Novák Andrásig, akik se generációsan, se jellegében nem az alapítványhoz, hanem ott a saját kollekciódhoz kötődnek. A Fundamentál céges gyűjtemények között szerepel, és egy harmadik kiadványban van pedig az Amadeusz is. Úgyhogy akinek kedvet csinálta a sztori felgöngyörítéséhez a beszélgetés, az nézze utána. A többiek maradjanak itt, és fedezzék fel azokat a rejtett kincseket, mint egy szintén ma már a képzőművészeti fronton nem aktív egykori sztár, a Tamási Klaudia, aki egy olyan géggel rukkorít elő, hogy nehéz megállapítani, hogy ez a kép be van csomagolva, vagy maga a csomagolás a kép fölött. Kukkantson be a belső szentélybe, ahol van egy egészen frivol kép a Kárpát-hegyi Istvántól, aki azt hiszem minden szeretne lenni, csak nem Kossuth Díjas és Munkácsi Díjas, mert hogy egy éppen... Rákerestem most, hogy mi van az Istvánnal. Ennek kultúra típusú, és csak azért is nektek. És ennek jegyében a Panel Proli sorozatából úgy döntöttük, hogy beválasztjuk az egyik alkotást, ezt a kiszólást, ezt a szemtelenséget felvállaljuk. Hadd említsem meg még, szintén csak ilyen záró, kettcsináló, hogy a bor és a pogácsa mellett maradjanak itt, és fedezzék fel, hogy itt micsoda kincsek vannak. A Kristóf Gábort, az egyik személyes kedvencemet. Amikor most rendeztük a kiáltást, akkor vettem észre a kép hátán, hogy ezen a beadási cédula is rajta van, a pályázati cédula. Másodéves volt, fel van tüntetve a mestere is, meg van egy ilyen dokumentumotok, amit rá kell ragasztani, és akkor alkotó neve, képcím, stb. Mester, és csak annyi van, hogy elő Kósa. És ugye a Gáborban egy zseniális festő
nőtte ki magát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek. Név szerint szeretném megköszönni a házigazda csapatnak, akik nem csak az előkészítésben, hanem a rendezési munkában is ezt teljesen csapatként csináltuk. Pannának és Máriának kiemelten, ideértve a szerintem teri találat meghívónak a grafikai kialakítását is. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk veletek most újra. A hangosítás, fotózás tekintetében is a műszaki kollégának, aki idejött és flottó felrakta. Nagyon jó érzés itt régóta veletek közösen csinálni ezt a sorozatot, és hadd búcsúzzak akkor azzal, hogy remélem, mert már a tervben szerepel is, hogy 2023, természetesen hamarabbi kiáltásokon is, de 2023. februárjában ennek a magángyűjtő sorozatnak egy újabb szereplője kapcsán itt találkozunk. Köszönjük szépen!